Linda Fabia! Magyarország első és egyetlen UFC harcosa, a légsúlyú Fabian Melinda decemberi döntetlenje után Szingapúrban lép ketrecbe, hogy a dél-koreai Kim ellen megszerezze első győzelmét a szervezetben. Ne maradjon le róla, hiszen szombat délelőtt élőben láthatja a Sport 1-en. Most le fogunk hozni egy olyan tacskót, akinek két éve leégett a házuk, meg is haltak a gazdik, és a két kutya, a két tacskó bekerült hozzánk. Az egyiknek találtunk gazdit, a másiknak nem. A másiknak azóta epilepsziás rohama alakult ki, de ez már két éve volt, tehát a kutya két éve itt él, gyógyszereket szed napi szinten. Na most egy ilyen kutyának gyakorlatilag semmi esélye. Én hazavittem volna, de nem jött ki jól a macskámmal. Majd most mindjárt lehozza a Szegál, meglátjátok, egy nagyon aranyos kutya egyébként a Harvey. Borzasztó antiszociális volt, mikor bekerült. Azóta is, hogyha itt valahol tüzet lát, azonnal rohama lesz, tehát hogy annyira megviselte őt ez a dolog. Hát szia gyönyörű, hát szia kis totyogó fajtikám, szia kis fajtásom. Igen, ő ilyen kis puszi osztó. Hát tehát gyakorlatilag ő az, akinek a betegségéből eredően senki nem jön be, úgyhogy jó napot kívánok, egy epilepsziás tacskót szeretnék önökbe fogadni, tehát erre nagyon minimális az esély. De én úgy érzem, hogy jól érzi magát itt a telepen. Fél évig nem tudtuk kivenni őt az ólból, annyira félt. Fél évig be volt gubózva, és akkor egyszer csak ráadtunk egy hámot, össze-vissza harabdált minket, aztán ráadtuk a pórászt, és onnantól kezdve rájött arra, hogy azért kint is szép az élet, és úgy megszokta, hogy lehet azért sétálni, meg le jön ide a kifutóba. De nagyon nehéz, nagyon nagy feladat volt nekünk a Harvey, hogy a tűzeset után őt egy picit gatyába rázzuk, mert nagyon-nagyon meg volt zuhanva. Hogy kell elkezdeni az epilepsziás romokat, vagy mennyire lehet kordában tartani a gyógyszerelésre? A gyógyszerrel nagyon jó kordában lehet tartani. Úgy vettük észre, hogy először csak vérfoltokat láttunk a keneljében, nem tudtuk, hogy honnan, aztán láttuk, hogy a szája el volt harapva a kutyának, és aztán többször már láttuk a rohamot magát. Ő mennyire játékos? Hát most már 12 év körüli, de azért még néha így elkapja a fonalat, és még néha szalad a labda után, de nagyon kis tündérbogár. Igen. Nagyon vágyik a szeretet, imádja az ember a társaságát, csak nem cica kompatibilis. Már rég hazavittem volna, mert nekem is ekkora méretűek a kutyáim, teljesen jó beillene a falkámba, de... És hogyha például őt valaki magához venni, aki lakásban él, őt magára lehet hagyni mondjuk hosszabb időre, mert abszolút. Már idős. Hát itt is egész nap egyedül vannak végül is. Hát a telep hivatalosan bezárt délbe, és egyedül vannak a kutyák egész nap. Tehát igazából semmi gond nincs a kutyával, annyi, hogy naponta egy gyógyszert be kell neki adni, egy fél tablettát. Amúgy teljesen jól van a kutya. Hát van olyan, most kezded, de sok olyan kutya van, aki még a kenelbe se piszkít be. Tehát vannak ilyen keneltiszta kutyák, reggel velük szoktuk kezdeni a sétát, mert ugye 24 órán keresztül tartogatja a székletét, vizeletét. De általában azok a kutyák, akiket hazavisznek tőlünk, döbbenetes módon, valószínűleg a kutya intelligenciával eredően szobatiszták a kutyák. Tehát, hogy nem piszkítanak be, ugye érzik, hogy tiszta a lakás, meg ugye ha hazaviszed, először mindig az udvarra pisil a kutya. És megszokja a saját szagát, és nem nagyon szokott abból gondolni. Tehát nem volt még olyan visszajelzésünk, hogy hú, nem jó ez, mert nem szobatiszta a kutya. Tehát a kutya tényleg eredendően annyira intelligens, hogy ahol eszik, oda nem piszkít, szó szerint. Harvey! Szia! Na ennyire be tudok ám én pörögni? Igen. Hát nekünk ő a szívügyünk egyébként, meg a Cézár. Igen, ő a szívügyünk, hogy neki legyen egy... Igazából egy kis idős nénit tudnánk neki elképzelni, akivel ott bent tud ülni a téli estéken, és csak ott simogatja. Teljesen jó kis jó. Ja. Köszönöm a puszikat, köszönöm. Köszönöm szépen.
Ez okay. Nagyon megtisztelő volt ez a puszi. Igen. Ezt éreztem rajta, igen, hogy ez megtisztelő most, volt, sem, most, semmi morgás nem előzte meg, úgyhogy nagyon szimpatikus voltál neki. Jól van, jól van.